Hello és üdvözlet újra Podcast TV, és az alkalommal házakat fogunk kirabolni. Így van, tolvajok leszünk, különféle módon fogjuk végrehajtani ezt a dolgot. Lássuk is, hogy működik. Akkor indítsuk is el a játékot. Még nem próbáltam soha, csak mondom. Mert milyen jó töltőken is, csak ott egy rabló csávó ottan mozog. Nagyon király. Egyébként igen, magyarra feliratos a játék, szóval nem kell a csodálatos angol tudásomat igénybe venni. Izgatott vagyok. Mi lesz, hogyha elkapnak, úristen? Úristen! Na, meg is érkeztünk a kisvárosba. Ó, kopasz fiatal emberek vagyunk. Ne nézzük. Hey, it's me, Vinny. Pick up that crowbar and listen up. We got a lot of ground to cover. Na, van egy feszítő vas, így van. Ugye itt most... The Lombardis paid your bail. They're generous men, but they're all about reciprocity, if you get what I mean. Let's see if you're up to the job. Knock over that house for me. The last one. Van egy kezünk. Hol a feszítővas? Vedd elő a feszítővasat. Leltár. Melyik a leltár? Space? Nem. Meg is van. Szétbasztam. Várj, bazik, ott vannak bent. Elrakjuk, ott van bent a néni. Csokolom, jöttem rabolni. Fú, micsoda zene van. Lopakodás, új oktatás. Lopakodva kevesebb zajt csapsz, de lassabban is mozog. Nyom meg a C-t a legugoláshoz, oké. És akkor most ő nem lát? Hát itt nézelődik ki. Csokolom. Hát, nem látott meg. Került a fényt? Jaj, ott egy fickó. Már nem észrevett. Új ötlet. Bazzeg, itt sípol a telefon. Micsoda véletlen. Na, van egy zseblámpánk. Az éjjel lopakodáskor jobb elkerülni a jól kivilágított helyeket, az elmlámpád megkülöníti, hogy észrevegyenek. Én értem, de akkor tedd már be a rohadt izébe eszköztárba, te fiú. Zsákmány. Hát most vettem föl, hova lett? Nem bírom berakni a kezembe, more. Hát akkor nem is kell leszarom. Na, menjünk tovább. Tört ki az ablakot. Üvegvágókés. Ablak zárva, használ. Jó, F-fel használom az zsebemlámpát, nem is kell berakni. Jó, ide halk volt. Szétbasszuk, oké. Hello. Elve bemászunk. Fölvesszük. Time to redistribute a little wealth. Oké. Értem. Most nem tudom hányan laknak, mert ketten kim voltak. Lopjál valamit? Egy kis monely, 15 dolcsi. Lopjál még valamit. Egy kenyérpirító. Micsoda. Nagyban nyomjuk. Oké. Gyorsba. Szóval. Meg is van egy kis 15 dolcsit és egy kenyérpirítót elloptunk. Mit a kábarítás? Felfedezve. Na, saját haza. Gyerünk! Ne szállj ki! Úgyhogy még vezetni is kell, beszarok. Na. Merre kell menni? Hagyd el a környéket. Jaj. Egy dollár mínusz. Sosem kaptok elélve. Na, meg is vagyunk. D-s. Biztos nem az a legjobb. Szép munka.
Na jó. Albert baszni. Nekem ott jobban tetszik. Na most csukálni kell, és akkor reggel meg csapatjuk a dolgokat. Oké. Okay. Na, valamit küldött a srác. Tools for Thieves lets you buy new kit online. Tudunk venni új cuccokat. Tolvaj kulcs, mi, mennyink van? 14, amit az előbb loptunk. De a könnyebb, biztos el lehet adni egyébként cuccokat. Tippek. Lehetséges zsákmány rejtek helyek. Egy régi tévé, ami azért ér valamit. Ó, ezek ilyen nulla dollárba kerülnek, tök jó. A hátsó kerítés könnyű széttörni. Oké. Okay. És akkor ide fogunk menni, ez a következő lakás, és akkor itt... hát itt már izé van, itt már pénzes tipp van. Bátbiztonsági tippek, pótajtókulcs a fiókban. Ó, szóval kifelé könnyebben fogunk elméletileg menni. Sosincs otthon senki. Tehát akkor igazából nem nagyon kell vigyázni. Oké. Okay. Szóval gondoltam, meg kell adni a cuccokat. És ezt hol adjuk el? Ronstelep, zálogház. Jó napot, jöttem eladni a teljesen becsületesen szerzett dolgaimat. Eladjuk a kenyérpirítót. 3 dolcsi, vazzeg. 1000 forint. Oké. Okay. Szóval meg... Most miért nem? Miért vagy gonosz? Sose tenném, eskü. Nem olyan srác vagyok. Szóval el kell lopni azt a tévét, és nem szabad beadnunk az acibe, ez a lényeg. Szóval neki kell az a televízió. Nem tudom, milyen biztos jó. Ami Orion vagy valami, 4K-s. Nagyméretű tárgyak. Egy nagyméretű tárgyalapás az helyez az autót csomagtartójába és vezess haza, akkor jó. Szóval azt mondja, hátsó, hátulról könnyen bemenni, az volt a tipp. Nincs azon senki, így teljesen lényegtelen. Szerintem futhatunk is. Mi? Valamit kiírt. Hello? Ez búvóhely. Hátsó kerítés könnyű széttörni. Oké. Okay. Off! Oké, okay, akkor valószínűleg a tévé. Úgy kenyérpirítóhoz kell. Serpenyő, húzzunk be mindent. Aki meg közel jön, azt agyonverjük. Itt a hát, vagy az ajtókulcs, amit ugye mondtak. Kis Della. TV. Azt ugye kézbe tudjuk vinni. Így van. Fú, de nagyon gyorsak vagyunk. Ja, meg ugolunk. De nincs itt senki, úgyhogy nem muszáj nagyon lopakodva menni, szerintem. Szomszédok figyelnek, a szopás. Mi? Eskü, nem én voltam. A fot a járókelő, baszki. Akkor amarra megyünk. Fuck. Kicsit sem vagyok gyanús egyébként. Na, zsa! Közöm nem volt az egészhez. Eses! Ó, képességpontjaink is vannak. I see you got my screen. Go to Black Bay. Látogassam meg a Black Bay weboldalt. Okay. Azt mondja. I set up a page on there for the TV. Go there and sell it. Ja, hogy itt adjam el. Régiségek? Nope. Elektronika? Régi TV. Ó, itt el lehet adni. Yeah, good work. Now, click on the Rent a Thug tab. Rent a Thug. Now here you can find a little extra work. I put one on there just for you. The one with the dishes. Tört szét a tányérjaikat. Hát az milyen tolvaj, ez ilyen rongálós? Jó. Okay. Now,
drive back to 110 and break some dishes with the crowbar. Oh, oké, okay. Ez úgy easy-nek tűnik. Tisztességes rabló vagyok én. Itt van. Van itt valaki? Egyébként jól lenne tudni. Nem tudok felmenni. Na. Lehet nincs. Behúzzuk a kenyérpirítót. Az jó pénz mindig. Jó. Ebben van valami? No. Szóval körülnézek még hát, ha... Van még itt valami. Kis deáll a cipős dobozba. Semmi. Akkor szit kell baszni a tányért, az zsa. I just heard you don't even know how to pick a lock. Go learn the basics. I'm sure you've got enough skill by now. Ó, köszönöm. Na, végre megtanulhatjuk a zárnyitást. Senki se látta. Ez volt a lényeg. Welcome back. Cső. Hoztam kenyérpirítót, meg serpenyőt. Serpenyő többbe kerül, mint a kenyérpirító, beszarsz. Ez itt a kéró. Ez autóemelő. Elég menő. Zárnyitás. Megtanul. És akkor már nincs is több izénk. Felbeslés, hogy mennyibe... ezek jó tudszak. Jó, akkor van nekünk a zárnyitásunk. Na, azt mondjuk, most még vegye magadnak egy egyszerű házi tolvajkulcsot. Oké. Azt akartam az előbb. Egyszerű tolvajkulcs. Megvesszük. Before you get yourself into trouble, try it on a training lock. I left one in the garage. Jó, ki is tudjuk próbálni. Mikor jött ez be, ez a srác? Nem láttam. Ó! Több van jobbra. Ó, baszkezem, jó. Hát ó, beletört, nem jó? Sír, sikerült. You did a good job on that old TV in the empty house. For a real job. De helyet, mi ez? Go to 111 by 7 a.m. and watch. De jó, megy az idő? Reggel 7-ig. Valószínűleg fél 9 van. Ha mindegy, oda zsalunk azt. Azt majd lesz valami. Kiszálltunk. Ott az egyik. Oké. Várj meg, hogy mindenki elmegy. Oké. Egy ember elment. Kettő lakó van? Egy ember volt itt. Én nem tudom. Az egy fényes nappal betörni menő dolog. Rács van az ablakon. Nem látok bent senkit. Oké. Okay. Csokolom. Jöttem lopni. Más még nem lehet el... elbugázni. Elviszik a tévét. Videokábarítás? Nem mellett, hogy valaki gyanúsat csinálsz. Kicsit el van írva, de... baszki, sokan látnak? Ááááá!
Bepánikoltam! Vagy ezt nem az állakházba? Lehet, hogy nem az állakházba kéne leadni. Megnézzük, hogy otthon el tudom eladni, mert... Nézzük meg ezt, hogy... Csokolom, ezt el lehet adni? Az egyik munkahelyemen így fizettek. Welcome back. Régi TV 40 dadó. Ezt azért... Kétes tartalmú doboz, ezt nem kéne eladni szerintem. Itt innen ezt a szemetet. Oké, ez még kellhet. Akkor lehet, hogy ezt... Na, 40 dodóért tudjuk itt eladni. Megnézzük, hogy otthon el tudjuk eladni. Kétes tartalmú doboz. Still jó, nem? Itt. Adjuk el. Elektronika. Egyéb. Kétes tartalmú doboz. 100 dodóért adjuk el, beszarsz. Jelzős érte. Ja... Ja, gondolom, itt keresik a cuccokat, és ha éppen olyasmi van, akkor el tudod adni. Azért nem jó dolog. Most ugye elektronikánál rádiót keresnek, az nekünk ugye nincs. Ezeket... Kell lopni az ablakot. Mindenben utazunk, érted? Mindenben is. Ez fontos. Na, 112-es alatt. Ja, ki kell törni az ablakot, azt hittem, hogy el kell lopni. Oké, kiszállunk. Mikrokamera. Rejtőzz el, vagy menekülj el. Hát basz meg, hogy az, hogy rejtőzzek el? Fúj, de parkoltam egyébként a ház elé. Halló! Azért mondom. Azért én kibaszok az abokat, az ide, ide rejtőzök. Na, ez milyen? Ez, hogy rejtőzzek el. Ide rejtőzök, na. Ez így valós, amúgy? Na nézzük, hogy ez így beválik ez a trükk. Kicsit bepánikoltam, azt nem bírtam a kocsihoz menni. Neki ment a kocsinak! Rohadt huligán! A törvény emberei, nézd meg! Nem is parkoltam feltűnő helyre. Hello? Fú, nagyon nem tetszik nekem ez a dolog. Lehet, hogy nem ide kellett volna bújni. Rendőrségi üldözés. Elmenekedsz a rendőrséggel, ha elhagyod a szomszédságot. Elöltözöl egy szekrénybe, kukába, ágy alá, és megvárdom. Ja, lehet, hogy nem vagyok jó helyen, mi? Ha majd kukába, hogy amivel kellett volna bebújni. Hát én beálltam a fal mögé, hát... Jaj! Csókolom! Biztos úr, hogy tetszik lenni. Na, nem néznek be a sarokba. Szarok voltak bugyocskából. Menjetek már! Faszba! Tökéletes sarod. Kukába? Hülyeség. Sarokba. Az a menő. Meg kell majd nézni, hogy el lehet ütni egy embert, érdekel. You need to learn how to deal with standard locks. Átlagos zár, mert eddig az mi volt? Lófasz. Kettes szintű zárnyitás. Oké. Okay. Megtanuljuk. Ja nem, nincs is pontunk. Akkor mi az, hogy meg kell tanulnom? Halló? Tanulj meg kettes szintű... Ja, hogy még akkor lopkodni kell, hogy szintet lépjek. Okay. Ja, hogy akkor nekünk így random házakba is bemeltünk igazából, mert egy kicsit ilyen félig open world játék. 111-es kártel lakásba. Nézzük a tippet. Az ajtókon régi zár van, könnyű őket feltörni. 111-es lakásba megyünk akkor. Milyen kis seftelős csávó van ott a képen. Érted? Sutyiba nyomja. Nem tudom, random lakásokat mennyire érdemes, mert mint hogy anyád. Azért is, mert ugye nem tudjuk, hogy mi van ott. Tűrű. Tűrű. Tűr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 
A hajuk még nem alszanak. Nagyon nem alszanak. Akkor mi csicskánk, hogy itt várunk egy picit a kocsiba. 11-kor csak alszanak már, amúgy. Faszomat. Aludjatok már. Baszik, azt nem alszanak.
11 óra van! Aludjatok! Hello? Faszomat! Nem én voltam eskü, akkor hajnalban megyünk lopni. De menne mindegy. Keci, ez hülye. Mi ott áll? 2 óra múlva is. Hát ezeket nem lehet kirabolni. Na jó, megyünk másik házhoz. Nem itt nincsen senki? Nem tud, igen, azt hiszem itt nincs senki. Egyébként az oldalra és az egér használatával lehet ezeket így kinyitogatni. Azon nincs több izém, szarom. Akkor durva a módszerekhez folyamodunk. Csokolom. Szokásos kenyérpirító, serpenyő. Ó, nagyon jó. Ó, ez az. Jó, egy kis Della. Oké, mehetünk is. Megvan a zsákmány. Aha, szintet is léptünk, jó. Welcome back. Hello. Serpenyőt, ásgonda, serpenyőt, kenyérpirító. Akkor bevásárolunk tolvajkulcsból. Meg ugye... Képesség, kiosztjuk a második zártörést. Úristen! Ó, hát én ezt nem értem. Mi? Te akkor kinek kattintanom? Aha. No, eltört. Lelököm, és amikor az alján van, akkor ki kattintaném. Fuck, nem szabad kattintani. Csak mikor jó. Na. If it ain't broke, fix it with a crowbar. Word on the street is the toilet in Greenview 113 is not broke. Szét kell baszni a WC-ket egy feszítővassal, de most miért? Huligánok is vagyunk, nem csak tolvajok egyébként. Bassz szét a WC-t, jó. Vásárolj tippet a segítségkel. Hoppá, hello. Meg kell jelölni a fickót. Oké, a lakóteendők felfedezve. Jaj, more! Jaj, amara! Hagyd el a helyszínt! Rossz felé megyünk! GTA! Megmenekültünk! Van egy pótkulcs az első ajtóhoz, a hálószobában. Oké, okay. Be kell jutni a hálószobába. Reggel 9 és délután 2 között nincs otthon senki. Fuck you. Hát úgy ismerem ezt a környéket, mint a tenyeremet. Fú, milyen drifteltem! Jaj, majdnem ütöttem a fickót! Oké, okay, nem törtük bele. Ó, nyitva van az ablak. Behúzzuk ezt a vekkert. Csörgő órát. Kis Della, 15 dodó, 50 dodó. Gitár. Fú, baszkit, aztán van cucc. Router, nincs, mert nincs több wifi. Leltár megtelt, baszki. Gyors szét, törjük a WC-t. Még van egy kis időnk, hogy a többit is kipakoljuk. Ezek kívülről láttak meg be, hogy az a... Fuck you! Menekülj! Megint fejlődtünk, hogy elég sok mindent lopkodtunk egyébként. Erre jobb tolvajok vagyunk. Rácsot mászni, baszek! Úristen! Szeretnék betörni. Ha nem haragszol, amúgy. Ó, még egy gitár. Paszkette, nagyon megtelik a raktárunk. Üvegporrakat nagyon keresnek egyébként a fekete piacon. Így. Az meg a forgalmat akadályozom, mi? Azért is kívják a zsarukat. Na már! Bátok, ez nem jó! No! Meglátják, milyen a Verdába, bazd meg, vége van!
Faszomat. Jó zsákmány lett volna. Picsába. Ennyi fért bele ebbe a videóba sajnos. Hogyha tetszett a videó, akkor mindenféleképpen nyomjatok egy lájkot, valamint iratkozzatok fel a csatornára. Várunk benneteket legközelebb is, és köszönjük, hogy itt voltatok. Sziasztok!